Csak megy ki a másik is. Ott a bulldog is. Sziasztok, itt vagyunk a Püstibe, és nézegetjük a gőzösöket, meg a többi mozdonyt. Mindjárt meg is mutatom. Másik irány, hogy mik vannak bent. Kis nyalóka is be van fűtve. Mellette a koporsó, egy dízelgigant, és ott a tigris. Ja, akkor arrébb megyünk, akkor lesz. Nem csak a tigris, hanem van itt még ilyen több kocsia is. Igen. Nem mindegyik állandó vendég amúgy erre. A legtöbb amúgy igen. Kis hajtány, mint azok. Igazi erge idióta. Mozdonyfüst! Megcsapott! Nézd anyj! Igaz, igen, az elnök úr azért tudja a dolgát. Ez faszik Truman szóval. Az elnök úrban lehet bízni. A Truman. Ezért nem kell fehér pólóba jönni. Semmi.
Hát a lencse az nem lájkolja. Majd otthon letakarítom, de az ötöket. Próbálom, amennyire tudom. Akit a mozdony füsse meg csapos? Szia! Most megcsapod. Csak a lencse nem fogja szeretni. Igen. Az elnök úr tudja, mi a dolga. Így jó. Fehér egyet tudja hátra. Azon be tudtam állítani. Az a póló úgyse lesz fehér egy két ilyen műzölés után. A mozdony beállítja a fehér egyesült a póló. Egyen a gőzesre nem tudom fehér egyesült állítani. Dániel, ott van az a munka, azt tudom, hogy lesz tenni.
adnám az átát. Bár igazából mi voltam vele. Gondoskodjunk a környék jó levegőjéről. Azt érzek. A levegő az van. Úgy kell azt. Kiálltam róla érvegzett szabott képet, mert ezt a földolva, majd a kíváncsi van. De ha érdekli a vasút, lehet ott is van. Érdekli a háttérben, hát nem akar ármaz, úgyhogy... Különben minek jött volna ide, hogy érdekelni a vasút. Hát, majd benne legyen. Várjál! Igen, köszönöm. Hát,
Ja? Na jó, légy a pont így. Ma. Igen. Vaja. Ó. Na úgy kell, aki kicsit egy nem tudom. Már milyen egy ez egy, ami megmaradt. Hát én azt nem gondoltam volna, hogy valahol megjelenik. Hát csak sajnos üzemképes ilyen tudják tenni. Hasonlít kinézetbe a csörgőre. Hát nem piesztik volt az is. Akkor nem értem, hogy a két-három csörgő motorját Thank you.
megyünk oda, hova mész? Találkozzon kell valakivel. Hát csak hol? Hát ő se tudja, mert nem mondott semmit. Ja. Ó, ugye jó. Na, a filmben is hát. Mici maszkóban van valami tigrisre, se lehetett bevágni, vagy valami. Süss vissza napra, adom. Süss fel napra. Hát a nap elhúzta az eső fel. Ezért ezt a műsor. Szerencsére koszon nem esett. Én legalábbis valami jött, mert 4 óra felállunk, elkezdett szakadni az eső. Hát akkor volt családi próbinak annyi, ilyen mű, sehol marad meg. Hello.
ilyen, nem tudom, hogy minden szóval sem. Minden esetben majd megnézzük, srácok, azt is. Közben még... Mennek haza ezek a 326-osok. 326-osok is mennek a fordik utókorongra. Most már három is van. Ezt még röviden megmutatom nektek, és akkor ennyi lesz a mozgai parádékban, srácok. Na, fordítom is a kamerát. Ez a jogöldösek 242-es sebességrekorddel. Ezzel mentek először 160-nal. Ez a 242-es, ez a Bece nevén koporsó, és már 30-as évek közepén 160 km/h elérte. Ez volt az első gőzös, amelyik ezt meg tudta, illetve az első mozdony, amelyikkel 160-nal lehetett menni. Ez érdekesség. Hogy hívják? Koporsó, 242-es is. És ez az egy van már bele, csak viszont ez üzemképes, néha szokott is menni, befűtik. 163-as. Ja. Egyetlen fönnmaradt gyík. Igaz, hogy nem üzemképes, de legalább nagyon szépen fölöttétve. Az ennyit tudta belőle kihozni, ennek volt a beceneve, a gyík vagy buldog. És a legerősebb dízel mozdony volt, az és itt a dízel gigantnak is beszélték Szombathelyen. Nagyon szépen megcsinálva. Ami azt illeti. Ez az egy madat fent az M63-asból. Aztán itt van a külső A26-os. Ezeket láttátok az előbb is. Ezzel tologatták a mozdonyokat. Ezzel tologatták. Ebből is az úton ráírnak. Itt pedig a két hív. Három is van. Ja, ráadásul három is van, de kettőt meg is mutattak a parádén. Itt van a Tigris. És ez üzenképes a Tigris. Igen, ez a Tigris. Szokott még néha menni. Néha. Itt van a Tigris. Csak ez az újdonság, hogy itt van a füstiben. Hát igen, ezt is behozták. Thank you.
tartani.